Azért beszélhetünk a 2014-es holokauszt emlékével kapcsolatosan aránytalanságról és kettős mércéről, mert amíg a holokausztról már szinte minden nap megemlékezik a központi vezetés, az állam, a kormány és most már a városi vezetők is közgyűlés, addig a magyar történelem fontos eseményeiről egyáltalán nem esik szó, ilyen intenzitással, pláne nem kapnak ezek a megemlékezések központi támogatást. Az összes fontos magyar történelmi eseményt megemlíthetném, Rákóczi szabadságharcot, 1848-49-es forradalmat, szabadságharcot, az 1956-os forradalmat és szabadságharcot, vagy akár a tanácsköztársaság idején történt vörös terrort, vagy éppen a kommunizmus, egyetemes kommunizmus áldozatainak emlékévét, vagy emlékezéseit. Ezekről nincs semmilyen központi megemlékezés, és úgy látom, hogy politikai akarat sem a vezetés részéről, hogy ezeket ugyanolyan szinten minden nap belevéssük a jövő nemzedékének tudatába, addig holokausztozás pedig már minden nap van.